A 2024-25-ös szezon első hazai tétmérkőzése szeptember 12-én lesz a svéd Färjestad ellen a Bajnokok Ligájában. Mivel idén is több sorozatban teljesíthet a volán, ezért kombinált bérletvásárlásra is lesz lehetőség, ami az osztrák bajnokság és a Bajnokok Ligája alapszakaszára lesz érvényes, de persze a két ligára külön-külön is válthatnak ki bérletet a drukkerek. A klub elnöke keddi sajtótájékoztatóján elmondta, egy tavalyi bérlettel több bérletet is ki lehet váltani. A tavalyi szezonban bérlettel rendelkező szimpatizánsaink, szurkolóink kapnak lehetőséget arra, hogy jegyet, bérletet vásároljanak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy bérlettel egy új szezon bérletet lehet vásárolni. Azt a lehetőséget a klub és az üzemeltető megadja a szurkolóinknak, hogy egy bérlettel, egy érvényes bérlettel akár több egymás mellé szóló új bérletet is lehet vásárolni. Újdonság, hogy a bérleteket amellett, hogy a szurkolók az Alba Arénában személyesen június 13-án, 17-én, 18-án, 20-án, 26-án és 27-én 17 órától 20 óráig, valamint 22-én 10 órától 12 óráig kiválthatják, erre online is lesz lehetőség. A kártyás fizetés mellett a helyszínen készpénzzel, az arénában is online szép kártyával is megvásárolható, amelyet az új arénába 4 kategóriában válthatják ki a szurkolók. A Hidrófehérvár AV19 elnöke Gál Péter Pál a csapat előtt álló időszakra is kitért. Mint mondja, szép, de nehéz sorozat vár a csapatra, amit egy örömteli esemény tovább terhel, hiszen az olimpiai selejtezőt játszó magyar válogatottban is meghatározó szerepet töltenek be a fehérvári játékosok, valamint a Bajnokok Ligája rendszere is nehezebb lett a tavalyi szezonhoz képest. Ebben az új lebonyolítási rendszerben találkozunk 5 olyan csapattal, amelyek egy egészen más szintjéről érkeznek a jégkorongnak, ugye kettő jut mindenhonnan gyakorlatilag, ugye két svéd, két svájci, két cseh csapat, ebben éppen ugyanúgy, mint két évvel ezelőtt éppként a regnáló Bajnokok Ligája győztes minket látogat meg, de elmegyünk a svéd bajnokhoz, aki egyébként a Bajnokok Ligája döntőt játszotta és vesztette el a Servettel szemben, ugye ez a Skellefteå. A klubelnök hozzátette, az eddigi évekhez hasonlóan az osztrák bajnokságban idén is a rájátszás a cél.